Modernebb lett és funkcionálisan is gazdagodott a Sóstói Múzeumfalu bejárati épülete, most már látogatóközpont lett, többek között kiállítóterem és múzeumshop is helyet kapott itt, de nem csak ezt az épületet fejlesztették, közel 900 millió forintos topos projektből újult meg a Sóstói Múzeumfalu. Ez a múzeumfalu minden ellenkező híresztelése szembe sajnos elég lerombott állapotba került. Régi épületek, raktár, egyéb, ezeket fel kellett újítani, hogy megmaradjanak. Az a hagyományőrzés, a múzeumfalu hagyományos működését így kellett segítenünk. Ugyanakkor ezt kiegészítettük turisztikai elemekkel. Itt vagyunk például a látogatócentrumban, de a körbejárjuk a múzeumfalut, sétányokat építettük, a szabadtéri színpadot felújítottuk, ami már arról szól, hogy itt olyan programokat lehessen szervezni, megfelelő körülmények között, ahová 10-15-20 ezer ember is eljöhet egy nap. Ebben a többszintes épületben működik majd az oktatási igazgatási központ, valamint itt kapnak helyet a műtárgyak, a restaurálás is korszerű feltételek között valósulhat meg itt. A szabadtéri színpadot is fejlesztették, 200 fő befogadó képességű szilárd szerkezetű ülősorok létesültek. A topos projekt keretében több műtárgyépületet is rekonstruáltak, több épületnél lecserélték a tetőfedést, szerkezeti megerősítések és homlokzatfelújítások is megvalósultak. Térvilágítás, új sétányok és megújult parkolóhelyek is várják majd a skanzenbe látogatókat.